Benyújtotta a beígért bizalmatlansági indítványt a tegnapi felelősségvállalás után a Szociáldemokrata Párt és az RMDS A dokumentumot 208 PCD és RMDS es törvényhozó írta alá, az indítvány sikeréhez 233 szavazat szükséges. Már Csöcscsolákó PCD elnök azt mondta, tárgyalásokat folytatnak, hogy a hiányzó szavazatokat összegyűjtsék. A dokumentum rámutat, a Velencei Bizottság többször figyelmeztetett, hogy a játékszabályokat nem szabad játék közben módosítani, és hogy az esetleges módosításokat nem a folyamatban lévő választási ciklus, hanem a következő ciklus végén kell alkalmazni. Azt írják továbbá, hogy az Alkotmánybíróság január 29-ei döntései már jelezték, hogy a kormány rossz úton jár, amikor olyan projektért vállal felelősséget, amely parlamenti procedúra alatt áll. Az indítványban részletesen kifejtik azt is, hogy az egyfordulós választási rendszer nem kevésbé demokratikus, mint a kétfordulós több uniós tagállamban is ezt alkalmazzák. A két házbizottság döntése értelmében az indítvány szövegét hétfőn olvassák fel, ezután pedig három napon belül kell lefolytatni a vitát és szavazni a dokumentumról.